Magyarország 2004 májusától tagja az Európai Uniónak a tizedik évfordulót az Európai Bizottság Budapesti képviselete futással ünnepli majd. Május 11-én 10 kilométeres futófesztivált rendeznek Budapest 10 olyan pontját érintve, például Zeneakadémia, Rudasfürdő, Várkert Bazár vagy Margit Híd, amelyek uniós támogatásból megvalósult fejlesztések. A verseny részleteiről a Bizottság Magyar Képviseletének kommunikációs vezetője Perger István és Frank Tibor Ultrafutó, a Bécs Pozsony Budapest szupermaraton szakmai igazgatója számol be ők a vendégeink. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt! Hát ugye 10 év uniós tagság, 10 kilométer futása. Miért ez lett István a nyerő ötlet a jubileumra? Igazából van itt még több tízes is, ugye 10 évvel ezelőtt 10 országgal együtt csatlakozott Magyarország. Ráadásul ugye ez a verseny 11-én lesz, mi 10-ére terveztük, de aztán néztük a naptárt, és kiderült, hogy az egy munkanap, az a szombat. Úgyhogy ezért lesz vasárnap, május 11-én ez a verseny. Arról van szó, hogy azt gondoltuk, hogy valamilyen igazán emlékezetes dolgot csináljunk így a 10. évfordulóra. Minden évben megrendezzük az Európa Napot. Ugye maga az Európa Nap az május 9-ére esik, Magyarország pedig május 1-én csatlakozott. Kicsit próbáltuk ezt a kettőt összegyúrni, és így jött ki az, hogy május 11-én lesz egy nagyszabású Európa Napi utcafesztiválunk Budapesten, az Erzsébet téren és ehhez kapcsolódik ez a futóverseny is. Úgy gondoljuk, hogy kicsit ilyen más módszerekkel is igyekszünk felhívni a figyelmet arra, hogy Magyarország mit köszönhet az Európai Uniónak, illetve az Európai Uniónak milyen szerepe volt Magyarország fejlődésében. Még annyit hagyta tegyek hozzá, hogy ezt nem csak az Európai Bizottság Magyarországi Képviselete szervezi, hanem az Európai Parlament Magyarországi Tájékoztatási Irodája is benne van, sőt a miniszterelnökség is, és a külügyminisztérium is. Ugye a miniszterelnökséghez tartozik most már a korábban a Nemzeti Fejlesztési Ügynökséghez tartozott fejlesztéspolitikát, tehát az uniós pénzeket ők költik el, tehát ők is teljesen velünk vannak ebben, és támogatják. Tehát szabadság ezt a az ide vagy oda, ez egy tökéletesen Mi bálvetve. együtt, együtt, megyünk, igen, együtt futjuk ezt a 10 kilométert. Miért volt fontos a sportos elem? Itt az ünnepségek keretén belül. Mint mondtam, van egy másik elem is, tehát van egy, van egy olyan elem, amely ilyen klasszikus utcabálos elem, tehát koncertek, lesz egy össze jazz koncert, például különféle európai országból jönnek jazz zenészek, és azok együtt fognak zenélni, klasszikus koncertes megoldás is lesz, de azt gondoljuk, hogy az egészséges életmódra is fel tudjuk ezzel hívni a figyelmet, ez egy nagyon fontos dolog, nem csak Magyarországon, az egész uh -huh. Európai Unióban, az Európai Unió ezzel foglalkozik is elég sokat, Szerintem ez egy kiváló rendezvény, pont azért is talán, mert erre kevésbé számítanak az emberek, hogy pont az Európai Unió egy ilyen borzasztó, unalmasnak tűnő, távolinak tűnő szervezet. Ez csak azt mondja, hogy is Tibor, te mondjuk ezt a távot úgy rutinból mennyi idő alatt? Hát ott a függ, mert akikkel beszéltem, és akik pályáztak, neveztek már a versenyre, azok nagyon érdekesen élik meg. Egyrészt, hogy a 10 km, akkor futunk 10 km vagy kétszer 5 km váltóban, de olyan pontokat érint, mint ahogy te is a felvezetőben felkonfa elmondtad, amit mindennaposan nem is biztos, hogy meglátogat. Tehát tömegközlekedéssel jön, megy a városban, vagy kerékpárral, futva ezeket egész más megélni. Amikor végigmentünk a pályán, gyalogoltunk, kocoráztunk, nem is az idő volt a lényeg, hanem ezeket a EU pénzből történő felújításokat megnézzük, körbejárjuk, megéljük annak a látványosságát, egészen más így, mint a mindennapos életben. Hogyan álltok, állnak az előkészületek, mekkora lesz itt az érdeklődés? És egyáltalán ugye Budapest egy futóváros, azt már lehet mondani, futófőváros, Igen. rengeteg Igen. kitűnő futóverseny, futófesztivál van évközben tavasztól őszig a fővárosban, Ez hova lehet majd helyezni méreteiben? Hát úgy gondolom, hogy itt a, a ismert Vivi maraton, félmaraton versenyek, Utána ez valahol Budapesten igencsak helyet fog, foglal ebben a szegmensben. Én azt hiszem, és bízom benne, hogy egy 2000 ember körüli induló össze fog jönni, de nem lepődnék meg, hogyha ez több lenne, mert minden naponta többszöröződik az addigi nevezési létszám. Tehát, tehát már van sok. Sok-sok. Hát 800 fölött vagyunk, uh -huh. és szerintem a hét közepére 1000 fölött lesz. És már tudok olyan embereket, akiknek én is szóltam, hogy már 50-60 ember szedtek maguk körül. Tehát nagyon intenzíven növekszik a létszám. Igen, aztán fontos elmondani, hogy ez egy ingyenes rendezvény lesz, tehát, ezért tehát nem itt nem lesz nevezési díj. Nem uh -huh. lesz nevezési díj, viszont regisztrálni szükséges. Tehát van egy oldal, létrehoztunk egy oldalt a Bécs-Budapest Ultramaratonok az oldalán, tehát bbu.hu per eu 10, de hogyha valaki csak a bbuhu jegyzi meg, meg fogja onnan is meg fogja találni, ingyenes a regisztráció. De díjak lesznek? Díjak lesznek, de inkább jelképes díjak. Arra gondoltunk, hogy aki ezt a távot teljesíti, ugye, amit vállalt, tehát akár az 5 kilométert, akár a 10 kilométert, uh, fog kapni egy, egy érmet, illetve uh, tehát uh, nem aranyérem lesz meg ezüstérem és hasonló, hanem egy az EU, EU, 10 éves EU tagságot reprezentáló megjelenítő érmet. A külügyminisztériummal közösen fogadtunk el egy logót, és ez a logó lesz rajta. 10 éve az Európai Unióban szerintem nagyon szép logó lesz. Lesz-e kategorizálás olyan értelemben, hogy valaki ezt örömfutásnak fogja fel, kocog egyet, meg tényleg mondjuk ilyen szemmel is megnézi, Budapestnak megnézi ezeket a felújított, megújított helyszíneket, épületeket, létesítményeket, aztán lesznek olyanok, akik mondjuk profi módjára versenyezni akarnak. Tehát szeretik ők a zeneakadémiát, de meg szeretnék nyerni ezt a versenyt. Természetesen ez így izgalmas, hogy vannak profik, vannak amatőrök, vannak városnézők, vannak akik magáért, a baráti összejövetelért, találkozásért csinálják mindet. A kategóriánként, tehát férfi, női, egyéni, páros, vegyes párosban serleggel fogjuk az első hármat díjazni és mindenki tényleg egy nagyon egyedi érmet kap, ami azért egy gyűjteménybe, egy olyan relikvia, aminek helye van, én úgy gondolom, nagyon egyedi, és hát egy befutó csomagot is fognak kapni, és én úgy gondolom, hogy ez a találkozás, mivel már több nemzetiség is jelezte így a baráti körbe, hogy önnek egy nagyon jó közös olyan örömfutás lesz a profik mellett, ahol utána aztán az erzsébetéri programoknak a részeseiként egész napot ott tölthetnek fut -e a képviselet, futnak-e a munkatársak, ledobott le te is a ötöny, meg az akót, illetve hívtok-e a tíz csatlakozó országból futni vágyókat? Gyakorlatilag mindegyik kérdésedre igen a válasz. Igen, igen, igen. igen. Tehát egyrészt az összes nagykövetséget meghívjuk, legalábbis az Európai Uniós országok nagykövetségeit. Nagyon fontos, hogy az külföldiek, akik itt élnek Magyarországon, ők is eljöjjenek a képviseletünknek igazából van egy titkos favoritja is, ezt, még, ezt a titkos csodafegyvert még nem is, nem is dobtuk be itt a, itt a közösbe. Mindenesetre több, tőlünk is többen fognak futni, úgyhogy én bízom abban, hogy jó helyezést fognak elérni a futóink. Mi gondolsz, Tibor, ilyenkor meg fognak jelenni, és ugyanolyan versenyek fogják tekinteni azok a profik is ezt a futást, akik ezeken a nagy versenyeken, amiket ti rendeztek, például csak hogyha ezekre az útra, meg szupermaratonokra gondolunk, ott is rajthoz állnak? Tehát lesznek, akik a profik közül azt mondják, hogy ma, itt egy újabb lehetőség, ezt is meg kell nyerni. Hogy ne lesznek, mert én úgy gondolom, hogy az a verseny egyedisége, az annyira kívánja azt, hogy valaki teljesítsen. Tehát hogyha a versenyprogramjában egyéb más versenyek miatt viszonylag zsufoltság van, de erre a napra biztos, hogy valahogy szabaddá teszi magát és megcsinálja, mert meg kell csinálni, én úgy gondolom, Budapesten. Igen, és azt akarom mondani, hogy Orbán Viktor mondta választások észre, hogy az eredmény, a választás eredmény üzenet, hogy a magyarok ugye EU pártiak is nem akarnak kilépni ezúttal, tehát akkor a lábukkal szavazhatnak az EU szimpátia mellett. Abszolút az a létszám, itt már elhangzott, hogy 2000 felé járunk, ami igazán nagy siker lenne szerintetek. Mondjuk 10, nem? Tíz. 10. A tíz az jól, jól, hangozna, ez kétségtelen, de mi úgy gondoljuk, hogy a 2000 is egy nagyon szép szám lenne. még azt szerettem mondani, hogy előbb Tiborral kint beszélgetünk, mert bejöttünk, és ő azt mondta, hogy neki gyakorlatilag bemelegítésnek kell a 10 km-es futáshoz kb. 12 kilométert futnia. Úgyhogy ez, ez is azt mutatja, hogy egy különféle szintek vannak, más meg örülni fog, hogyha az 5 öt lefutja váltóban. Épp ez a lényeg, hogy mi mindenkit várunk, azt is, aki esetleg csak kocogna, vagy, vagy egy, egy, gyors gyalog, foglásban benne részt. Hát akkor sok sikert a rendezvényhez, figyelni fogjuk, jó előkészületeket, köszönöm szépen, hogy itt voltatok. Köszönöm.